Hölgyeim és uraim, ez itt a Szerencse Szombat. Az est két házigazdája, Mák Kata és Harsányi Levente. Jó estét kívánunk, hölgyek, urak! Ez a Szerencse Szombat, hamarosan indulnak a játékok, a forgatások hatalmas nyereményekért. És szuperprodukciókkal is készültünk, hamarosan élőben itt lesz a színpadon Egri Péter és a Mystery Gang, tartsanak velünk! Köszönöm szépen a Fortuna Tánckának ezt a csodálatos nyitányt, mint minden szombaton velük kezdünk, és itt van házi zenekarunk, Nagy Laci és csapata, hello fiúk! Ezen a héten is hatalmas nyereményekkel érkeztünk, lássuk a számokat. Na nézzük, ugye idén ugye ez a 23. sorsás hét, ahol a Luxorban itt a határszámunk a 45-ös, ez azért fontos, mert mindig van teli találat. Egy kérdés van csak, hogy határszámon túl, vagy azon belül. Hogyha határszámon túl lesz valakinek Luxora, azaz teli találat, akkor 9 millió forintot nyerhet, hogyha határszámon belül, akkor 80 millió forint lehet az övé. És itt van a szokásos Joker játékunk is, a megfelelő sorrendben találkozik a számokat, akkor 30 millió forint lehet a nyerteség. Az ötös lotón pedig az elmúlt 13 hétben nem volt teli találat, így ezen a héten a várható főnyeremény 2 milliárd 860 millió forint. Hamarosan kezdjük a sorsást, nézzük, hogy kik segítenek ebben ma. A Sorsolási Bizottság felügyeletében zajlanak a játékaink, közreműködésükkel a 75 Luxor számgolyó már be is került a Luxor sorsológébe. Most pedig köszöntsük a Sorsolási Bizottság elnökét, Erdély Krisztinát és dr. Stankovszky Andrea közjegyzőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük csókom, hölgyeim, tehát hamarosan kezdjük a Luxor játékot, és egy olyan vendéget hívtunk ide, aki segít majd elindítani a játékot, és beszélgetünk vele, aki nagyon fontos témát hoz ide az asztalra, tesz elénk, szerintem mindannyian foglalkozunk ezzel, ez pedig a környezetvédelem, nagyon fontos. Szerdán a környezetvédelmi világnap volt, ma az óceánok világnapja van, május végén pedig a biológiai sokféleség nemzetközi napját ünnepeljük, úgyhogy lesz miről beszélgetni vele. Igen, fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a környezetvédelemben, és szerencsére van, aki nem csak eme jeles napokon foglalkozik a témával, hanem hivatásaként kezeli a környezettudatos szemléletmódot. A Kék Bolygó Alapítvány oktatási és szemléletformálási tanácsadó szakembere érkezik hozzánk, Cipán Katalin. Kék hátteret nem tudtunk Katikának intézni, de ez a zöld és a környezettudatosságot szimbolizálja. Abszolút. Kezdjük csokom, szervusz, Katalin, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Köszönjük, hogy eljöttél ide hozzánk. És hamarosan indítjuk is a Luxor sorsolást, ahol a várható főnyeremény 80 millió forint. Megérkezett a kék háttér, és itt a kék bolygó is, de még mielőtt elindítanád a sorsolást, ugye a Kék Bolygó Alapítványt az a felismerés hívta életre, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben és a környezeti fenntarthatóság érdekében elősegítse a partnerséget minden a jövőnkért tenni akadó ember között. Mi a te szereped ebben? Mint a felkonferálásból is lehetett hallani, elsődlegesen szemléletformálás és oktatási feladatokkal foglalkozom, de vezetőinket segítem nemzetközi vízdiplomáciai vagy a fenntarthatóságot segítő feladatok ellátásában. Fontos dolgokról fogunk beszélgetni, igen, de mielőtt elkezdenénk egy kérdés. Ebben a műsorban nem tudjuk kikerülni, nem is szeretnénk. Mennyire tartod magad szerencsésnek? Egyrészt magánéletben, másrészt szakmailag. Én mind a kettőben nagyon szerencsésnek érzem magam. A családban, fantasztikus családban sikerült felnőnöm, édesanyámig 9-en voltak testvérek, wow. És valami nagyon jó testvérek voltak, úgyhogy a mai napig az egész család tartja a kapcsolatot, szerintem néhányan ezt a műsort is nézik. A munkában pedig folyamatosan olyan emberekkel és olyan feladatokkal volt szerencsém találkozni, amit úgy egyébként fizetés nélkül is végeznék, de ezt ne áruljuk el, hanem egyszerűen olyan megbízásokat kaptam, amiket szívből tudok végezni. Beszélünk majd erről is, most viszont arra szeretnénk kérni, hogy indítsd el a Luxor játékot. Azt szerencsére elmondhatom, hogy a Luxorban mindig van nyertes, minden sorsolás alkalmával, most már csak egy indítás hiányzik. Köszönjük szépen!
Nos, a 75 számgolyó ugye elindult, és tulajdonképpen megkezdik a munkát. Mint ahogy mi is, ugye azt mondtad, hogy hobbi és hivatás, nem tudom, a kettőt itt lehet-e keverni, mert azt gondolom, hogy ez, amit te képviselsz, maga a környezet, tudatos életmód, a környezetvédelem, a klímaváltozás, stb. Ez nagyon sok embert érdekel, nem csak szakmailag, hanem egyébként a mindennapi életünkben. Abszolút lehet, gyakorlatilag 0-24-ben lehet ezzel foglalkozni. Én nem olyan régen, inkább régebben felismertem azt, hogy nagyon sok tennivalónk van, és hogy ennek az oktatás az egy nagyon-nagyon jó eszköze. Tehát, hogy először annak idején táborokban kezdtük, a süni táborban kezdtük mondjuk a munkát, sok-sok gyereket ismertettünk meg, azóta 40 éve folyamatosan mennek ezek a táborok, fiatalok viszik tovább, és megismertetjük őket a természet szeretetével. Egyszerűen ezt nem lehet tudni. Milyen trendek figyelhetők meg, mennyire vagyunk ma, most jelenleg környezettudatosak? A trendek eléggé változnak a média szokásainkkal és a média fogyasztási szokásainkkal párhuzamosan, vagy azzal annak megfelelően. Az látszik, hogy a fiatalok egyre inkább foglalkoznak ezzel, fontos a számukra, már a munkahelyválasztásnál is fontos a számukra. Az alapítvány által támogatott fenntarthatósági téma héthez kapcsolódó kutatásokban kiderült, hogy aki rendszeresen részt vesz ezekben a programokban, az egyre inkább környezettudatosan képes viselkedni, és figyel arra, hogy hogyan vásárol, mit tesz a mindennapjaiban. Jó, és mondtad, hogy fenntarthatóság, mert felírtam, ezt a kifejezést használjuk szinte a leggyakrabban mostanság a hétköznapokban, a tudatos, mondjuk felelős viselkedés kapcsán mindenféleképpen, viszont a fenntartható fejlődés maga a szó összetétel, az mennyire anomália? A szó összetétel érdekes, én nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy fenntartható fejlesztés, mert ha az angolból fordítom, az is jó, és abban rögtön benne van, hogy úgy fejlesztünk bármit, a konyhánkat, a lakásunkat, a munkánkat, az életünket, hogy vegyük figyelembe, hogy egy bolygón élünk, aminek az eltartó képessége korlátos, és úgy fejleszünk, hogy ezt a felelősséget tartsuk szem előtt. Annyit vegyünk el, amennyire tényleg szükségünk van. Vagyis akkor a hétköznapokban, hogy lehet a legjobban odafigyelni arra, hogy óvjuk a környezetünket? És egy hosszabb válasz érkezik. Na jó, igyekszem egyszerűen. Többféle. Ugye vannak ezek a klasszikus üzenetek, hogy kapcsold le a villanyt, húzd ki a töltődet, zárd el a csapot és a többi. De én mindig azt mondom, hogy ennél messzebb tovább kell menni. Tehát, hogy megnézni azt, hogy az élelmiszerfogyasztásomban, a szórakozásomban, a mindennapi utazásaim során, ha netán van beleszólásom, hogy a szobámat, a lakásomat, a házamat hogyan építem, akkor azokat vegyem figyelembe, a lehetséges megoldásokat, hogy lehetőleg kevesebb energiával, lehetőleg jobb vízhasználattal próbáljam meg élni az életemet. Igen, talán legyen elég az, ami elég, talán lehet ezt így egyszerűen fogalmazni, és tőled olvastam egy kifejezést, azt mondtad, ez a fenntarthatóságra való törekvés jelleggel, hogy vegyük figyelembe, egy olyan hídon megyünk keresztül, amit most építünk. Ez mit is jelent alapvetően? Hát, arra gondolok ennél a mondatnál, hogy csak gondoljunk bele, hogy az elmúlt 15 év alatt mi mindenen mentünk keresztül, milyen új kifejezéseink voltak. Hogy kinevettük a briteket, hogy az angol nyelvtanfolyamok azzal kezdődtek, hogy milyen az időjárás, ma nincs olyan emberi beszélgetés, ami ne ezzel kezdődne. Hát olyan gyorsan változik körülöttünk a környezet, annyi mindent alakítunk át, vagy alakul át, hogy ez nem egy fix dolog, erre nem lehet felkészülni. Itt el kell indulni, meg kell nézni, hogy a szokásainknak milyen hatása van, ha csak a média szokásokra vagy a digitális szokásokra gondolok, milyen eszközöket használunk. És még nem tudjuk, hogy ezeknek milyen hatása lesz, de a túlparton majd az vár minket. Tehát, hogy ez folyamatosan megyünk ebbe az irányba. És hogy látod, melyik az a korosztály, aki a leginkább fogékony a környezetvédelem iránt? Hát fogékonyságra ugye azt mondjuk, hogy a gyerekek, a kisgyerekek, ők egyszerűen tanulásra vannak tervezve, tehát hogy ez teljesen adja magát, de én azt gondolom, hogy mindenki. Tehát például a zöld föld tankönyveket, amiket szintén az alapítvány támogatott, úgy fejlesztettük ki, hogy középiskolásokkal indultunk, mert ők fognak legközelebb kikerülni a munkavilágába, mert ők fognak legközelebb döntéshelyzetbe kerülni, és hogy meg már van akkora tudásuk, amivel úgy összerakható a világ. És ezért ott indultunk el. Amar
hamarosan innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Közben megszületett az első képtalálat ma a Luxorban. A képernyőn már láthatták a nyereményt és hozzá a találatot, de mondom én is. 57 darab első képtalálatunk van, 24.225 forint jár szervényenként a szerencséseknek. Gratulálunk! Mi pedig folytatjuk a műsort egészen az első keretig, és közben beszélgetünk nagyon érdekes és értelmes, tartalmas dolgokról, aminek én ilyenkor nagyon-nagyon örülök. Két kisgyermekem van, őket nagyon foglalkoztatja, azt tudom. És mondtad, hogy hát ők tulajdonképpen tanulásra vannak teremtve, és ez teljesen rendben is van. De mi a változó korra, hogy tudunk haladni mi felnőttek? Ugye annyi impulzus ér minket, mondtad, folyamatosan változunk, ezzel mi tudunk-e haladni felnőttek? Azt gondolom, hogy igen, és ezért is foglalkozunk ezzel. Akár a vállalkozások, akár a cégek, az, hogy milyen módon készállítjuk elő a tárgyainkat, milyen szolgáltatásokat kínálunk, hogyan alkalmazkodunk ehhez a változó környezethez. Én azt tapasztalom, hogy egyébként már az érzékenyítés megvan, már mindenki érzi, hogy valamit kellene tenni, most a hogyanokról és a mikéntekről kell egyre többet beszélni, hogy hogyan lehet megváltoztatni, hogyan tudok innovatívabb lenni, hogyan tudok kreatívabb lenni, és nem csak a így szoktuk hagyományát folytatni, hanem megnézni, hogy... Van erre hajlandóság? Tehát receptorok nyitnak, érzik az üzenetet? Abszolút, abszolút látom. Most éppen egy táborunk is van, ahol pedig a gyerekeket erre tanítjuk, középiskolásokat a Hello Planet táborban. Remélem néhányan most készítik el a pályázataikat hozzá, hogy hogyan lehet jó vállalkozónak, innovatívnak, kreatívnak, és egyben a természetért, a környezetért érzett felelősséget is szem előtt tartva dolgozni, alkotni, tanulni. Én szerintem ez egy fantasztikus tábor lesz. Én még nem voltam, de most el fogok menni, mert érdekel augusztus elején. És mennyire kell érzékenyen nyúlni ehhez a témához úgy, hogy ne alakuljon ki az emberben egyfajta ilyen klímaszorongás? Nagyon. Azt gondolom, hogy a gyerekek látják az erdőtűzben égő kólát, a jéghájtán szenvedő szerencsétlen jegesmedvét, vagy a hálóba gabajodott tengeri élőlényeket, és ez iszonyatos érzelmeket vált ki. Ha ezt nem oldjuk fel azzal, hogy nekünk is vannak ikonok és állataink, nem innen fogjuk őket megmenteni, bár minden lépéssel hozzájárulunk, vagy rontunk, vagy javítunk ezen, de hogyha a fecskét nézzük, hogy mit tehetek ott, hogy a fecskéknek legyen fészkelő helyük, ne bántsuk őket, hogy a sünökkel mit lehet tenni, hogy a gólyáinknak is rá tud tekeredni egy elengedett lufi az orrára, vagy csőrére, bocsánat. És hogy ezekről lehet beszélni, hogy én minden nap tudok tenni valamit azért, hogy ez a világ jobb legyen. Komoly ösztönző rendszer lehet, ha az egyik gyerek a másiknak mondja, és látja, és tudja, és tudatja vele, mi történik. Ezt látom, nálunk otthon két kisgyermek apukája vagyok. Nálam a kisfiam, akiben nagyobbacska, mondja a húgának, a kislemnek, hogy mit kell tenni, és ő, mint egy ilyen, nem tudom, egy misszió tagja, így figyeli, és el is hiszi ezt. Látjátok, hogy a gyerekeknek átadott tudást ők önmaguk közt is továbbítják? Igen, abszolút. Sőt, ismerek olyan programot az országban, ami kifejezetten erre alapozott, ilyen generációs tanulást nevezik, hogy középiskolásokkal foglalkoznak, akik majd általános iskolásokkal, akik majd óvodásokkal, mert hogy ráadásul a korban hozzánk közelebb állóktól sokkal jobban elfogadjuk ezeket az üzeneteket, mint hogyha a tanító csak úgy mondja, mint a matekot vagy a törét. Ezt meg tudom erősíteni. Mindjárt jövünk és folytatjuk, csak első keret találathoz érkeztünk. Nézzük, hogy alakult ez ma. Ugye elsőképp már volt, a következő sorban az első keret. Íme már is mondjuk mutatjuk. Egy darab első keret nyertesünk van, nyeremény összege 1.841.020 forint. Gratulálunk a nyertesnek! Mit gondolsz erről a sok-sok műanyagról, ami körbevesz minket? Tudjuk ezt is jól használni? Vagy mi a tendő ezzel kapcsolatban? Sok változás lépett életbe az elmúlt időszakban is. A műanyag az egy hasznos anyag. Én például nem tudnám elképzelni az orvosi segédeszk, vagy orvosi implantátumokat, mint tudom én, szívbillentyűt műanyag nélkül, vagy a közúti járművek kerekeit gumi nélkül. Tehát, hogy ez adott. Nem a műanyag a hibás, hanem az, ahogyan használjuk. És most rájöttünk, hogy túlhasználtuk, most kell belőle visszavenni. Nem tudom, ugye beszélünk itt már korosztályok megosztásáról, hogy ki az, aki leginkább figyel, de én úgy kezdem, ki az, aki leginkább érintett erre, hogy lássa és érezze, hogy itt komolyan tenni kell, és aztán kérdése éppen milyen stádiumban vagyunk bolygónk megőrzése irányában. Hát... Erre nincsenek tudományos válaszaim, személyes tapasztalatok vannak. Én azt érzem egyébként, hogy gyakorlatilag most már mindenki. A fiatalok egy kicsit lehet, hogy jobban szoronganak, mert úgy érzik, hogy,
hogy kevesebb lehetőségük van tenni, de én azt bárkivel beszélgetek, most már tényleg lehet, hogy egy információs elefántcsontoronyban élek, de hogy egyre több embert érdekel, és mindenki próbál valamit, legfeljebb még nem tudjuk, hogy mit lehet. Vagy hát szerintem fontos az, hogy példát mutassunk, mert ebből ugye a másik is tanul, és hát fontos, hogy a jövőre koncentráljunk, hiszen szeretnénk, hogy ez a bolygó minél tovább így létezne. Ez abszolút így. Köszönjük szépen, hasznos volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Katalin. Köszönöm szépen. Megálltunk egy pillanatra a Luxor játékban, hiszen valakinek a szelvényé már csak egy bekarikázatlan szám hiányzik a teli találathoz. Hamarosan folytatjuk tovább a sorsolást, most azonban van egy meglepetés produkciónk is. A most következő énekesnő többszörösen is bizonyította már, hogy a nehézségek ellenére is lehet boldog és sikeres életet élni. Szinte minden stílus jól áll neki. Most egy világhírű soulslágerrel érkezik a Szerencseszombat színpadára, Agárdi Szilvi. See you.
Nagyon szépen köszönjük Agárdi Szilvinek, és szépen haladunk tovább lépésben, még határszámon belül vagyunk, volt már első keret, volt már első kép talál természetesen, úgyhogy folytatjuk a sorsást, és egyre vagyunk Luxortól, a teli találattól. Igen, ugye nagyon izgalmas pillanatok ezek, hiszen határszámon belül vagyunk, tehát még van pár lehetőség arra, hogy valakinek úgy legyen teli találata, hogy megnyeri hozzá az extra nyereményt. Ami így ugye 80 millió forint lehet. Olga 52-es, remélem sokaknak jó. Ezzel viszont 4-re emelkedett azok száma, akiknek egy bekarikázatlan szám hiányzik csak a teli találathoz. Ugye a betű-szám kombináció, és megy tovább a sorsolás, tehát még mindig nincs teli találat. Na nézzük, Olga 46-os. 25-re nőtt azoknak a száma, akiknél már csak egy szám hiányzik a teli találathoz. Na nézzük, hogy 25-ből jó-e valakinek a Robert? Jó, látom, 75. És igen, határszámon belül Luxor teli találat, nagyon örülhet valaki, igen, hisz egy nyertesünk van, nyeremény összege 82.080.250 forint, gratulálunk! Gyönyörű, napfényes, nyári napon egy ilyen nyeremény. Nagyon boldog lett valaki, gratulálunk még egyszer, és akkor nézzük, összegezzük a mai Luxor történéseit. Hát kép találatból 7395 darabból 3110 forint a nyeremény. 102 darab keret volt, 36100 forintot jelent a nyerteseknek. 57 darab első kép 24225 forintot ér ezen a héten. Volt egy darab első keretünk 1.841.020 forint, és volt egy Luxorunk 82.080.250 forintért, még kimondani is jó, gratulálunk még egyszer a nyerteseknek. Jó kezdés után reméljük, ilyen lesz majd a folytatás is, hiszen jön még az élő Joker és ötös lottó sorsolás, várják meg. A Luxor utolsó számgolya ugye páratlan szám volt, ez eldöntötte, hogy géppel fogjuk kisorsolni az ötös lottó nyerőszámait, ahol a várható főnyeremény 2 milliárd 860 millió forint. Tehát jön az élő Joker és ötös lottó sorsolás, és kezdjük is a showt egy kiváló zenésszel. Ho, egy igazi gang menne! Jön Egri Péter és a Mystery Gang! To the beat, and I found my mambo to the rock and roll, and I found a dash, I gonna run.
bam, bam, bam. Köszönjük szépen, Egri Péter és a Mr. Gang. Gyere, gyere, Peti, légy szíves. Beszélgessük, van miről. Az a baj, mi is végig táncoltuk. Tehát nem tétlen szemlélői voltunk. Sziasztok. Csoda, 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 gyerekek. Ez a lendület, őrület tart. Ez... Teljesen átszellemül az ember, nem tudom, és az 50-es években érzi magát, pedig nem éltünk még akkor. Senki nem élt még ugye akkor, te sem. És mégis annyira hozod ezt a fajta hangzásvilágot, hogy szerinted miért van az például, hogy generációról generációra ez megy és működik, és szeretik az emberek? Hát gyakorlatilag ez egy nagyon könnyen, töményen elfogadható és töményen ható zenei műfaj, nagyon határozott zenei stílusbeli körvonalakkal. Talán ez is ebben a mai széteső világban valami, amit meg lehet fogni, bele lehet kapaszkodni, mint egy táncpartnerbe, ugyebe. És azért rendben kell lenni, itt kívül belül nagyon stíl, úgy vagytok, igen, és bizonyos F. Miklós énekelt egy rock'n'roll áruházról, igen, és az outfit tekintetében ne kell kérdezzem, hogy honnan vásároljatok ezeket, mert ugye hát ez nem egy egyszerű ruhák, és nagyon jók. Hát ugye most már sokadik éve elég sikeresen szerepelünk a nagy operenciás tengeren túl, legutóbb is a Viva Las Vegas nemzetközi, a világ legnagyobb rockabilly fesztivál. Ezután is gratulálunk. Fantasztikus volt, köszönöm szépen. Amúgy az jellemző, hogy ott egy kis színpadon kezdtünk, és egy koncert után a következő évben már a main stage-en, a nagy színpadon volt szerencsénk szerepelni. Szeptember végén megyünk San Diego-ba, Los Angeles-be, Las Vegas-ba, Las Vegas-ba. Van esetleg egy-két hely számunkra? Csak igen, nyolc hely most kiadó, mert ott fogunk klippet is forgatni, indiánokkal, úgyhogy 8 indián keresünk magunk közében. Azt megnézem, a 8 indián között már kata. Mikor érezted azt, hogy ebbe az utcában mész, amit tudjuk, hogy rockabilly és rock'n'roll, és tudod, hogy ott is maradsz, nagyon korán eldőlt? Nagyon-nagyon korán, nagyon kis gyerek voltam, mint 5-6 éves koromban, azt hiszem, még nem voltam elsős azon a nyáron, édesapám a 11. nívódíját megkapva, abból tudott venni egy ilyen kis rádiót, és akkor azt tekergettem, és kezdett csak... Mondta a rádió a megfelelő ízét, és akkor mondta, 13 óra 5 perc, nosztalgia hullám. A ma délutáni műsorban Eddie Cochran felvételeiből válogatunk, és akkor ott elmondták, a felvételek 1955 és 58 között készültek. Következő, rázd, csörges, forgast, gyere bébi, játsszuk papás-mamást, gyerünk mindenki. És elmondták magyar, mi babba Lula, ő az én babám. És akkor ez meghatározta. Eddie Cochran 1932-ben, 36-ban született amerikai, szóval hogy a magyar rádióból indul. És akkor olyan csavargatva a rádió, még az összes magyar, hát ugye akkor kettő volt is. Na, ugye kérdezte a Levi a ruhatáradat, mekkora egyébként a gardróbod? Parancsolsz? Mekkora a gardróbod? Hány ruhát? Ja, hát elég sok, de aztán mindig cserélem, és akkor odadom haveroknak, vagy odadom, mit tudom. Figyelj, azt tudjuk, hogy ez elindult őrület ugye 50 óta, vagy még talán az előttől, de hogy mennyire van új tagfelvétel, rajongói tagfelvétel, mert ez a műfaj mindig szerintem hoz új embereket. Igen, az az érdekes, hogy sokan, és ezt most bemerem nektek vállalni, hogy sokan a mi rajongóink közül is azt hiszik, és ez nagyon durva, hogy ezt a rockabilly műfajt te találtad ki, és mondom, nem, ez több mint 50 évvel ezelőtti amerikai műfaj, mi aztán a világot meghódította, így Európát és a többit, de érdekes, hogy évről évre fiatalodik a rajongó közönség, és hogy sokan azt hiszik, hogy ezt a műfajt mi találtuk, mert csak meghonosítottuk közé. Igen, hát azért tavaly volt 25 éves a zenekar, és hogy mondtad, nemzetközileg is nagyon szép eredményeket értetek el. Látod a következő 25-öt? Igen, én már a következő 125-öt is látom, és ezt úgy kezdtük el a következő 125-öt, hogy fantasztikus bakelit lemezen jelentünk meg, úgyhogy ez most a napoknak egy rendkívül fantasztikus dolog számunkra, hogy bakelit lemezen jelentünk meg 25 év után. Másodszor, mert már volt egy japán kis lemezünk, de most végre egy magyar nagy lemezünk, bakelit. Ahhoz már csak egy lemezjátszó kell. Gyönyörű volt, maradjatok még, köszönjük szépen. Igen, hát van itt egy másik lemez, ezt úgy hívják, hogy a Joker sorsolás, úgyhogy ebben szeretnénk kérni majd a segítségedet. A sorsolási bizottság felügyeletében zajlódik le ugye ez a játék is. A sorsolás, figyeljenek, mert a tét 30 millió forint. Péter, szeretnénk megkérni, hogy indítsd el a Joker játékot. Felteszem a varázs szemüveget. Okay. Művész úr, igen. Mehet? Mehet. Kérem. Köszönjük szépen. A Joker első számjegye.
Az ötös. A második, a kettes. A harmadik, az ötös. A negyedik, a nulla. Ötödik, a nulla. És a hatodik is nulla. A Joker szám 5-2-5-0-0-0. Most túl a Joker játékon mutatjuk a nyerőszámokat még egyszer, hogy könnyű legyen megjegyezni, és akkor jöjjenek a nyeremények. Kettesből 4133 darab volt, 2500 forint a nyerteseké, 429 darab hármas, 25000 forintot érnek. Íme a négyesek, ebből 40-et számoltunk, 250000 forint a nyeremény, 5 darab, 5-ös volt, 2,5 millió forintot ér, és nézzük, hogy van-e 6-os a Jokeren. És ahogy hallom, igen, egy nyertesünk van, 45.579.940 forint. Egri Péter is a szerencse a műsorban, gratulálunk! A jövőleti várható főnyeremény Joker játékunk ma pedig 35 millió forint. Nagyon sikeres eddig a mai műsorunk. Az sikeres is volt, mindig is, Kata. Hát nyeremények szempontjából van, hogy mindenhol vannak nyertesek. És ugye hamarosan folytatjuk az ötös lottó sorsolással, ahol pedig már 13. hete halmozódik a nyeremény. Így ugye elérkeztünk oda, hogy a várató főnyeremény 2 milliárd 860 millió forint. Biztosan sokan eljátszottak. Így van. Igen, biztosan sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy mit kezdenének ennyi pénzzel, és hát van, akinek az álma most valóra vált, ugyanis vasárnap a Keno sorsoláson egy szerencsés játékos elérte a maximális nyereményt, azaz 2 milliárd 625 millió forintot. Ezzel gazdagodott, igen, úgyhogy ezúton is gratulálunk egyrészt a szerencsésnek, másrészt egyúttal játéktörténeti pillanatot írhatunk ezzel. Így van, most pedig ugye a játék és a csodálkozás után jön egy igazi zene. Ráadásul egy olyan zene, ami egy filmben mutatkozott meg először, 2018-ban debütált alkotása, Paraziták, a Paradicsomban című filmben. A zenekar, a most látható zenekar önmagát alakította kiválóan, de most a zenét adják át nekünk, és mutatják meg, ha valaki nem látta, nem hallotta volna, jöjjön Egri Péter és a Mr. Gang, valamint a Baby, That's What I Like! Baby, that's what I like. 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 Baby, that's what I
Wow, nagyon szépen köszönjük, és még hallhatjuk Péteréket, de hát persze nekünk van dolgunk, úgyhogy már is elkezdjük a munkát. Igen, a Luxor utolsó számgője a páratlan szám volt, tehát géppel fogjuk kisorsolni az ötös lotó nyerőszámait. A várató főnyeremény 2 milliárd 860 millió forint. Úgyhogy már is kezdjük a sorsást, melynek menetén nem változtatunk, négy számot egymás után megszakítás nélkül húzunk, majd jön egy újabb csodálatos rockabilly dal, és aztán jön az ötödik nyerőszám. Mielőtt azonban útjára indítanánk a sorsolást, szeretnénk felhívni játékosaink figyelmét, hogy a Szerencsejáték ZRT játékoskártyájának online vagy értékesítőhelyeken történő kiváltása esetén több hasznos funkció, kényelmi és biztonsági szolgáltatás igénybevételére is lehetőségük van, valamint az aktuális ajánlatokról is informálódhatnak. Bővebben ezzel kapcsolatban mindent megtalálnak a lottózókban és a www.szerencsejáték.hu oldalon. Kezdődjön tehát a sorsás, a tét 2 milliárd 860 millió forint. Igazi úriember lennék, úgyhogy megadom a lehetőséget, az alkalmat, indítsd el a mai sorsát. Köszönöm szépen, kérlek. Induljon, sok szerencsét! Az első nyerőszám a 60-as. Második a 19-es. A harmadik a 77-es. A negyedik, a 41-es. Már csak egy szám hiányzik az ötből, egy pici türelmet kérünk, újra a zené lesz a főszerep. A sztár zenekarunk mellé ezúttal a műfaj hazai koronázatlan királynője érkezik. A színpadon Szandi, Egri Péter és a Mystery Gang. Bang, 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 bang
Folytatom lesz-e még ma este? Mondom, hogy mindenki dobja, hogy a kezében van, és jöjjön ide beszélgetni. Gyere, Szandi, gyere, Peti, nagyon-nagyon jó volt, köszönjük szépen, lendületes, erő, energia, ezeket láttam. Főleg saptában így énekelni, komolyan mondom, hát Szandi, tényleg le a nem létező szalmak alapomban. Na, nagyon-nagyon jó volt, nagyon gratulálok, nem tudom, ki hozta ki a másikból a többet, vagy a kevesebbet, mert ez ilyen két hát, pász. A Szandi nézett rám, én úgy reagáltam. Én meg, ahogy ő nézett rám, én úgy reagáltam. Hát jó a kémiánk, az az igazság, de nem csak itt a színpadon, hanem a zsúripult mögött is én azt vettem észre. Igen, hát az összhang ugye az látható és hallható, hogy tényleg nagyon jó köztetek. Meséltek egy kicsit a Dal című műsorról, hiszen a Dal 2024-ben ugye együtt zsűriztetek. Ott milyen volt az összhang köztetek? Hát mint régi zsűri tagok, nagyon örültünk Szandi új jövetelének, úgyhogy ezzel nyitom meg a Szandi előtt a szót, mert fantasztikusan éreztük magunkat zsűri tagokként is. Mi is így nézők, így láttuk, egy frissítő kendő érkezett a zsűribe. Eddig is nagyon jó volt, de most és valami még már. Úgy is jó volt a kémiánk zsűri tagként, hogy közén küldtették a Loizit. Közén küldtették. Ugye szétültettek igen, minket. Folyamatosan szétültettek minket, úgyhogy az mindig közelebb. Igen, mert rosszalkottunk, és igen, tehát visszatérhetében, bár ez sem vicc volt, mert tényleg rosszalkottunk. Szóval nagyon-nagyon nagy élmény volt nekem a Dalban zsűrizni, mert pontosan ezért, hogy úgy fogadtak minket, olyan természetességgel ültünk 5 perc után, tehát az első adás után olyan természetességgel ültünk ott a zsűripult mögött, és olyan szeretet volt ott az egész stúdió, meg profizmus, és ezért nagyon jó profi stáb. Jó műsor, jó társaság. Meg jó zenészek és jó énekesek, akiket láthattunk, szóval nagy élmény volt. Idén ugye a crossover fordulókban ilyen rekabili feldolgozásokat is lehetett látni, hallani. Minden műfajból lehet ilyet csinálni, ilyen vidám dalt? Én úgy gondolom, hogy minden műfaj alkalmas arra, hogy rakabili vagy rakabilihez közeleső vintage műfajoknak megfeleljen. Hát ezt láthattuk, és azt hiszem, hogy ha jó a dal, akkor tökéletes verziókat lehet belőle csinálni. Igen, bizonyos fiatal srác, Komár László mondta nekem egyszer, ugye hasonló kvalitásokkal, hogy Levike, már ebben minden belefér. Tehát én azért tiszteletem egyébként a rock and roll-t, mert ez tényleg tehát műfajilag, ez az a szabály, hogy nincs szabály, nincsenek határok, viszont ez a lendület meg, hogy maradjon, ami egy kicsi nehézség, mert mondjuk 70-80-90 év múlva, tehát mondjuk egy 60 év múlva, amikor annyi idősek lesznek, és ugyanez a lendülettel kell csinálni, hogy bírjátok, kérdezik? Igen, most 23, a Szandi 21, nemrég Viva Las Vegason a világ legnagyobb rockabilly rendezvényén játszottunk, ahol a 91 éves Frenny Beecher és bandájával, akik a Bill Haley-nek a zenekara voltak, tehát és elképesztő lendülettel. Én azon, akit én mondtam volna ezzel a 91-gel, mert hogy Mick Jaggert nézzük meg 80 évesen, mit művel a színpadon. Jó, Peti, te nem vagy egy nagy sportember, mostantól minden reggel futni fogsz, hogy olyan legyen, futni fogunk, Mick Jagger. Futni fogunk, így van. Erre szoktam mondani, hogy kezd el, és majd jövök. Na de mikor? Hát, ez egy kérdés. No, szóval előttetek még a jövő, ugye már Peti dolgairól hallottunk, és nálad mi a helyzet? In the summer, németeseknek mondom, tehát in nyáron. Hát figyelj, nagyon-nagyon tele van a nyarunk, tehát gyakorlatilag októberig hétvégenként nincs megállás. Élő koncertek, fellépések, ami fantasztikus élmény nekem. A rockzenébe is kirándulok, ugye élő koncerteken azért ezt most el kell mondjam, hogy ugye Brandoli, Dynamite, I'm Sorry, Kihagyhatatlan és AC/DC, Highway to Hell. Hol lesz a legközelebb, megnézem. Már jó, igen. Egyébként a honlapomon lehet megnézni a fellépések rovatban, hogy mikor hol vagyok a nyáron színpadon, mert hogy tényleg nagyon-nagyon az egész országot meg határon túl is nagyon sok helyre megyek, és én egyszerűen szerelmes vagyok a hivatásomba, tehát nincs olyan, hogy nekem nincs kedvem színpadra állni, és ahogy felállok a színpadra, de gondolom ez veled is így van, elfelejtem azt, hogy ja, előtte fájt a lábam, vagy fejem, vagy fáradt vagyok, semmi ilyen, és ezt a közönség ezt érzi, és szerintem ez nagyon fontos, és azt is éreztem most itt, hogy ahogy itt énekeltünk együtt a Petivel, hogy tényleg olyan svung volt benne, hogy olyan jó energiák vannak. Ma nem mentem én is vokálozni, csak rájöttem, hogy nincs, és nem kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, énekeltetek. Maradjon így a páros, jó? Tehát ne esetek szét különkön, és együtt szépen. Is. Köszönjük szépen. Most pedig sorsolunk tovább, mert csak egy hiányzik az ötből. Az ötös lotó várható főnyereménye 2 milliárd 860 millió forint. Az ötödik nyerőszám a 81-es.
Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 19, 41, 60, 77 és 81. Nos, kérem szépen, emlékeztető Límia az öt nyerőszám emelkedő számsorrendben a mai ötös lottó műsorából. Kettesből 61.772 darabot, 3.355 forint a nyerteseké. 2.155 darab hármas volt, 25.430 forintot érnek. 24 darab ötös, 2.085.045 forint. És nézzük, hogy van-e ötös ezen a héten. És sajnos nincs öt találatos, úgyhogy jöveti várható főnyeremény, hölgyeim és uraim, 3 milliárd 30 millió forint! Ezt a fantasztikus rockabilly bulit, ahogy minden adásunkat újra és újra megnézhetik, ne felejtjék a mediaclick.hu-n és a Szerencsejáték ZRT YouTube csatornáján. Jövő héten sem hagyjuk önöket sztár fellépő nélkül, jön ide a Szerencse Szombat színpadára a Sugar Loaf csapata. Úgyhogy várjuk őket, és nagyon köszönjük Egri Péteréknek, a Mr. Igengnek, Szandinak a jelenlétet, őrületes, kiroppanó formát hoztatok, mint mindig, és arra kérjük, hogy hitelesíts az ítéletedet, hogy írd alá légy ő kedves a jelenlét ívet azon a kamerán, csak úgy sérülésmentesen, és ezzel bizonyítjuk, hogy tényleg itt voltatok. Gratulálunk a nyerteseknek, komoly nyeremények voltak most is, a Kenó történelmi nyertesenek is gratulálunk innen, és köszönjük szépen. És újabb történelmi pillanat, hiszen rögtön adásunk után indul a Petőfi Zenei díjátadó gála, úgyhogy további nagyon jó szórakozást kívánunk önöknek. Köszönjük, hogy itt voltak, a viszontlátásra minden jót! Viszontlátásra! Együttműködő partnerünk az MV Fashion. A műsor támogatója a Roland Accessories, West End.